miatt nem tudtam Deac Ferenc úr temetésébe elmenni. De biztos vagyok benne, hogy Deac Ferenc úr értette ezt volna. Köszönöm. Következő kérelmező kérni. Akinek nincs direkt kérdése, akár személyes, akár politikai természetű, az is a uralkodó elé járulhat, hogy személyét bemutassa meg. A felséges úr kérdez tőle, ő pedig válasz. Esetleg az úr ott, a fekete sarkában, óhaj, igen, lehű, ami óhaj, bemutatkozni, hogy kérdezni a felsőségét. Nincs kérdés? Mennyi az idő? Beszél. Az audienciára szánt idő lejárt a majesztéken. Önt máshol is várják. Egy kicsit vár. Majesztét. Tovább jött egy kérdés. Nincs kérdés. Vége. Köszönöm szépen. A felséges úr a kihallgatást befejezte. Aki szeretne még a felséges úrral találkozni, az jelen lehet egy órakor, amikor Popper telefonhírmondó igazgatótól meghallgatja ennek az új találmánynak a hírét, illetve 4 órától délután szerencsére teázni azon keveseknek, akik oly szerencsések eljönnek szintén az épületben. Személyes Várat úr! Majesztét! Hol teázol? Azután. Majesztét, az emeleten fog teázni, abban a teremben, melyet dualizmusbeli teremnek hívnak. Majesztét! Dualizmus? Tipikus. Köszönöm szépen! Thank you.
Henni, ki baj ez? Ő. Nagyon jó. Köszönöm szépen. De... nincs kérdése. Nincs kérdése. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon örülök. Viszont látható, minden jó. Kívánok. Bea? Nagyon jó. Köszönöm szépen, gyerekek. Hölgy? Thank you.